Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves nézőket. Hát a maximum a szék meleg, de egyébként a túlságosan meleg nincsen. Egyetlen egyet viszont el tudok mondani, borzasztó hideg volt, de az az igazság, hogy a második fél időre abszolút nem foglalkozott az ember a hideggel, mert annyira fölpörgette a mérkőzés, hiszen tényleg független attól, hogy 1-0-ra nyerte a találkozót a Ferencváros, egy nagyon fordulatos mérkőzést láthattunk itt Kispesten. Azt mondom, hogy nézzük is meg gyorsan, hogy mi történt az összecsapáson. Itt ugye Tóthnak kell kijönni, Skembri kapott volna a labdát, Tóth Iván nagyon jó ütemben lépett ki a kapujából, aztán jön a gól, méghozzá Stanić szabadrúgása, arra számított a kapus, hogy megcsúsztatja azt valaki, senki nem ért hozzá a szabadrúgást elvégző játékoson kívül, ezzel szerzett vezetést a Ferencváros, itt Skembri kivonja magát a forgalomból, így aztán lehetőség volt a támadásba belépő másik ferencvárosi játékosnak lőni, Tóth remekül védett. A másik oldalon is kimarad egy helyzet, egy szögletet követően kapu fölé ment Bright fejese, aztán Hajdu hagyja ott a védőket, belövi középre a labdát, Bright elől pedig nagyon-nagyon parádésan tudott menteni Balog, ezzel gyakorlatilag megmentette csapatát egy bekapott egyenlítő góltól. Egy távoli kísérlet, rávetődik Ranilovics, elsőre nem tudja megfogni, így adódik még újabb lehetőség a honvéd számára, ez pedig a védelemből előrehúzódó Botis vágta fölé, Ivancsics lövése volt az első, Botis lövése pedig a második. Maróti szenzációsan három ember között, Milkovics emeli be a labdát, Heinz háttal a kapunak, de rá tud fordulni. Igaz, hogy a lövése kapu fölé szállt. Ez itt egy szenzációs egyéni megmozdulás volt. Három éve ugye még Maróti a honvéd játékosa is volt. Ő brillírozott ott és mutatta meg technikai tudását. Csizmadia marad le egy picikét a labdáról, vagy nem talált el pontosan. Aztán itt Csizmadia fejeli az ellenfél elé. Belevetődik azonban a lövésbe Ranilovics, majd még Danilo előtt adódik helyzet, ezt viszont Balog tudja menteni. Volt lehetősége bőven a második félidőben a honvédnak, mintha kicserélték volna Sukka Attila csapatát. Lovrics végzi el a bedobást, és aztán egy ívelt fejes Bright részéről, de a kapufáról, a keresztrécről visszajön az. Így ezt is megúszta végül is a zöld-fehér csapat, majd Csizmadia ment. Aztán egy baloldali beadás. Lovrics, a jobb hátvéd húzódik előre, ő küldi kapu fölé a labda Hajdu beadását követően. Hát azt hiszem, kedves nézők, hogy ebből az összefoglalóból is kiderült, hogy egy igen izgalmas mérkőzés és fordulatos találkozó volt.